Az önsegélyező pénztár kevéssé ismert hazánkban, pedig az ide befizetett összeg széles körben felhasználható. Ez a plusz segítség, ahogy a nevéből is kiderül, általában a legnehezebb élethelyzetekben jön jól. Az önsegélyező pénztárak megtakarításai akár temetési előtakarékosságként is felhasználhatók. Az ilyenkor fellépő kiadások egyik nagy csoportja a temetés különböző elemei, ilyen például a szertartás, a ravatalozás és a búcsúztatás módja. Különböző díjtételek jelennek meg, illetve különböző feladatok, amelyeket el kell végezni, ilyen például az azonosítás, különböző eljárási díjaknak a megfizetése, illetve az eljárásoknak, a bizonylatoknak, okiratoknak, nyilatkozatoknak a beszerzése. Nagyon fontos körülmény az elhalálozásnak a körülménye, a módja. Ennek vannak járványegészségügyi patológiai vonatkozásai, orvosi vizsgálatok, tárolás, szállítás, esetlegesen hamvasztás. Koporsók 50 ezertől akár 240 ezerig, urnák pár ezertől akár 100 ezer forintig. Ezek a biztosan felmerülő költségek, de emellett a halottak hűtése is jelentős összeg lehet. A kórházakban ez napi 3000 forintba kerül, de máshol is legalább 1900 forint. Hazánkban évek óta egyre többen választják a hamvasztást a koporsós temetés helyett, ennek gyakran az egyik legjelentősebb oka a költségek csökkentése. Lehetőség van arra, hogy önkormányzati segítséget vegyenek igénybe a hozzátartozók. Tudomásom szerint amennyiben az egyfőre első, családon belül egyfőre első nettó jövedelem 57 ezer forintot nem haladja meg, illetve azt hiszem egyedül élő esetén pedig a 71 ezer és pár száz forintot, akkor be kell menni az önkormányzathoz, ott kérni kell a támogatást, és elbírálás után az önkormányzat felénk, mint temettető megrendeli a temetést. Ebben az önkormányzati segítségben minden temetési kellék és szolgáltatás szerepel. Ennek a keretösszege Nyíregyházán összesen 200 ezer forint, de ez településenként változó lehet. Vendégünk a stúdióban Gyeskó Viktória, Bíztor Alkusz Kft. Ügyvezetője, pénzügyi tanácsadó. Jó estét kívánok! Vajon mi az oka annak, hogy nem olyan mértékben terjed az önsegélyező pénztár, mint ahogyan az a szolgáltatásai megérdemelnék, hiszen itt azért egy elég kedvező dologról van szó. Igen, tehát sajnos az embereknek a nagy százaléka nem ismeri ezt a lehetőséget. Az önkéntes nyugdíjpénztár, illetve az egészségpénztár mellett egy harmadik pillére tulajdonképpen az öngondoskodásnak az önsegélyező pénztár. Sokkal szélesebb körben lehet a szolgáltatásokat igénybe venni, míg az egészségpénztárnál, illetve az önkéntes nyugdíjpénztárnál meghatározott célra lehet csak fordítani az összegeket. Itt én azt mondom, hogy egészen a születéstől kezdve az egészségmegőrzésen át a temetésig minden belefér a szolgáltatásoknak a listájába. És tegyük hozzá, hogy nem csak személyes, hanem például lakásrezsi vagy törlesztő részlet is fizethető az önsegélyező pénztár segítségével. Igen, tehát két részre lehet bontani tulajdonképpen a szolgáltatásoknak a listáját. Az egyik, ami rögtön felhasználható a pénztártagnak az egyenlegéről, ez a rezsi kifizetés, a különböző szolgáltatóknak történő kifizetés, a másik a temetési költség, illetve a különböző egészségcélú szolgáltatásoknak az igénybevétele. Az összes többi esetnél el kell telnie a befizetést követően 180 napnak, és csak utána lehet ezt a pénztári egyenleget felhasználni a különböző egyéb célokra. Ami lehet egészen főiskolai egyetemi albérleti hozzájárulás, idősek ápolása, szüléssel és születéssel kapcsolatos bármilyen költség. Kik azok, akik indíthatnak ilyen önsegélyező pénztárszámlát, egyáltalán hogyan működik ez? Munkáltatók és munkavállalók egyaránt kezdeményezhetik ennek a megindítását. Ha munkavállaló szeretne hozzájárulást fizetni, vagy támogatást a munkavállalója részére, akkor indíthatja ő is ezt. Természetesen ez egy béren kívüli juttatásnak számít, egy kafatéria elemnek. Attól függően, hogy melyiket választja, hogy hozzájárulást vagy pedig támogatást fog-e adni a munkavállalójának, másfajta adózási sávba fog esni. Értelemszerűen, ha adományt fog adni a munkavállalónak, akkor ez a munkáltató részére teljesen bér- és járulékmentes. Nagyon kevesen tudják ezt a lehetőséget is, és a munkavállaló is természetesen kezdeményezheti, ő rakhat be saját maga pénzösszegeket erre az elkülönített pénztári számlára, és ott a 20%-os adójóváírást is igénybe veheti, maximum évi 150 ezer forintig. Van ennek valamilyen minimálisan befizetendő összege, vagy
vagy bármilyen kis összeggel el lehet indítani? Általában ez pénztárszolgáltatótól függ. Ugye több pénztárszolgáltató működik ma Magyarországon, akinek a lehetőségeit el lehet érni. Ez egyéni. 2-3 ezer forinttól én azt mondom, hogy már el lehet indítani ezt a megtakarítási célt, és ugye egészen addig, ameddig ha a munkáltató fizet, akkor tulajdonképpen a minimálbérnek a 30%-áig, max. Évi 200 ezer forintig is történhet erre befizetés. És hogyha magánszemélyként, mint munkavállaló nyitok egy ilyen szolgáltatást, vagy egy ilyen számlát, akkor annak mi a felső határa, vagy? Hát tulajdonképpen itt ugye mindig azt kell megnéznünk, hogy az adójóváírást ki tudjam maximálisan használni. Tehát fontos, hogy ugye tehát van-e annyi személyi jövedelemadóm, amiből mondjuk azt a 20%-ot vissza tudom igényelni. Célszerű ugye mindig azt az összeget kihasználva betenni ezekre a számlákra a pénzösszeget, hogy még az is jóváíródjon. És azt is kevesen tudják például, hogyha 2 éven túl nem nyúlok ehhez a pénzhez, akkor plusz 10%-ot fog hozzátenni az állam szintén adójóváírásként. Van ennek maximális időtartama? Van valami kifutási ideje ennek a számlának? Nincsen, tehát ez egészen működhet addig, ameddig ugye aktív munkavállaló egy ember, és gyarapítja ugye ezt a pénztári számláját. Hogyan működik maga a rendszer, mennyire rugalmas? Tudok-e menet közben változtatni rajta? A rendszer egészen rugalmasan működik, akár ugyanúgy, mint egy egészségpénztári kártya. Attól függően ugye, hogy melyik pénztárszolgáltatót választja az ügyfél, kap egy kis plastikkártyát, és ezt a szolgáltatóknál föl tudja használni. Ha netalántán nincsen leszerződve az adott pénztár azzal az adott szolgáltatóval, ahova ő menni szeretne, akkor számlát kér egyszerűen a saját nevére, és a pénztárszolgáltató pedig visszautalja a pénztári számlájára ezt az összeget. Tehát teljesen jól működik a gyakorlatban. Csak saját névre használhatom fel, vagy esetleg a gyermekem számára, vagy családon belül átruházható ez a szolgáltatás? Közeli hozzátartozók természetesen igénybe vehetik, tehát ha mondjuk a férjem rendelkezik egy ilyen pénztári szolgáltatással, akkor én is, mint feleség, nyugodtan igénybe tudom venni, akár gyed jövedelem kiegészítésként is. Beszéltünk ugye munkáltatóról és munkavállalóról. Mi a helyzet az egyéni vállalkozókkal például, vagy akinek saját cége van és saját magára szeretne ilyet igénybe venni? Ezt is ugyanúgy meg lehet csinálni, attól függően, hogy ugye alkalmazottként dolgozik-e vagy sem. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy könyvelővel célszerű tárgyalni, hiszen ezeket a kafatéria elemeket be kell építeni tulajdonképpen a bér mellé, mint béren kívüli juttatás. És megnézni azt, hogy ki tudják használni ténylegesen azt a 20%-os adójóváírást, hiszen ez egy nagyon fontos eleme ennek a rendszernek. A jelenleg banki piacon elérhető befektetések között hová lehetne helyezni ezt a fajta megtakarítást? Hát most ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye, hiszen a jegybanki alapkamat is egészen alacsonyan van lent, és különböző befektetési formákat tudunk elérni ma a piacon. Én azt mondom, hogy ezekkel a 20%-os adójóváírással, illetve a plusz 10%-kal egészen jó helyen szerepel, és ezt is kevesen tudják. Tehát én azt gondolom, hogy mérlegelni kellene az embereknek azt, hogy a megtakarításoknak egy részét esetleg ezt tegye ki, és ez is egyfajta kis kalap legyen, amiből tud majd ő gazdálkodni. Hiszen akár egy szemüveg elkészítetésekor is hozzá lehet ehhez az összeghez nyúlni. Tehát nagyon széles körű a szolgáltatásoknak a palettája. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló lenne még itt a lakosság tájékoztatásával, illetve szemléletformálásával, vagy egyáltalán a pénzügyi intelligencia növelésével kapcsolatban. Hát ez egy sarkalatos probléma ma. Én azt gondolom, hogy kevés olyan ember van, aki pénzügyileg annyira kultúrált lenne, hogy tényleg mindent ismer az adott lehetőségek közül. Ezért szoktam én mindig azt mondani, hogy egy pénzügyi tanácsadóhoz célszerű eljutnia mindenkinek legalább egyszer, hogy megbeszéljék, hogy milyen rövid távú, hosszú távú céljai vannak az adott illetőnek, és úgy megtervezni, hogy ne az utolsó pillanatba kerüljön arra sor, hogy mondjuk gondolkodnak egy nyugdíj előtti pár évben, hogy hogyan lesz nyugdíjam, vagy pedig ha mondjuk egy műtétre kerül sor, akkor honnan fogom előteremteni azt az összeget, hiszen erre is remek konstrukciók léteznek ma már a piacon. Gyeskó Viktória, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm.